Egri csillagok. Második rész, 15. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Mallinger Diana. Egri csillagok. Írta Gárdonyi Géza. Oda Buda. 15. fejezet. A királyi palota előtt leszállt a lováról, és a kantáránál fogva tartotta. A palota falán szekérkeréknyi nagy napórát pillantott meg. A nap akkor épp a fellegek mögött járt, és az aranyozott órarúd csak halvány árnyékvetéssel mutatta a római négyet. Gergely az ablakokra vizsgálódott. Sorra nézte valamennyit, a földszintieket, az emeletieket, aztán a toronyablakokat. A palota kapuján katonák jártak ki és be. Egy ősszakállú, hajlott hátú, agmagyar úr két íródeákkal lépegetett be a kapun. Nagy úr lehetett, mert mindenki köszön neki, ő azonban nem köszönt vissza senkinek. A diákjai tekersbe göngyölt papírosokat vittek. Posztós üvegük szélébe lúdtol volt tűzve. Az övükön rézkalamár is lógott. A nap, ahogy rájuk tűzött, az árnyékok is méltóságosan mozgott előre a palota falán. Azután egy vékony lábú szőke katonát pillantott meg Gergely. Csak a lábát látta, a piros csizmába, piros nadrágba foglalt vékony két lábát, de arról is megismerte, hogy a szigetvári őrségből való. Nagy Bálint a neve. Megfordult, és a Szent György tér felé sietett a lovával. Nem akarta, hogy a török Bálint emberei közül valaki megpillantsa. Hanem odébb megint csak ismerőssel találkozott. Egy mozgékony, kis, kerekszakálú ember volt az. Martonfalvi Imre, török Bálintnak a deákja, sáfárja, hadnagya, szóval egy mindenképpen hasznos belső embere. Gergely átugrott a lova túlsó oldalára, hogy az arcát eltakarja az elől az ember elől. Azonban Imre deák, az örökké fürkésző szemes ember meglátta. Néni! Kiáltotta. Gergely öcsém! Gergely fülig elvörösödetten emelte fel a fejét. Hogy kerülsz te ide? Az úrhoz jöttél? Hát ezt a lófejű ökröt hol szedted fel? Hiszen ez nem a mi lovainkból való. Gergely szeretett volna elsüllyedni a kövezet alá az ökörnek nevezett érdemes állattal együtt. Hanem hamar összeszedelőcködött. Az úrhoz jöttem, pislogott röstelkedve. Hol van? Nem tudom, megjötte már. A német rabokat kísérte a szultán elé. Haj, de vitéz ember a mi úrunk. Láttad volna, hogy aprította a németet. Ma egy hete is úgy jött vissza a csatából, hogy csuran vér volt a jobb karja. A királyné az ablakban ült. Ahogy ellovagolt előtte, felmutatta neki a jobbját a karddal együtt. Nincs otthon marha veszedelem? Nincs, felelte Gergely. Hát az öreg kutat kitisztították-e a rabok? Ki? A cséplők nem lopnak? Nem. Az úrfiak egészségesek? Egészségesek. És az asszonyunk? Az is. Remete udvaron nem voltál? Nem. Nem tudod, hogy a szénát betakarították-e? Nem. Na, azt mondja a deák, a süvegével legyezve magát. Hát most hova szállsz? Vagy van szállásod? Nincs. Hát gyere én hozzám. Valami nagy hírrel jöttél? Vagy levelet hoztál az úrnak? Nem, csak hogy véletlen formán jöttem el. Hát várakozzál itt, befordulok a palotába. Vagy gyere te is velem az udvarra. Aztán hazamegyünk és átöltözöl. Vagy nincs ruhád? No, majd lesz. Aztán beszélhetsz az úrral. Bevezette a diákot az udvarra, és elhelyezte az árnyékon. Gergely utána nézett a bőbeszédű eleven embernek. Látta, mint szaladt fel a széles, vörös márvány lépcsőn. Aztán azon gondolkozott, hogy ne szökjön-e meg a Bálint úr szídása elől. Hely, nem lehet az elől megszökni. Hatalmas tekintetével messziről is magához horgozza az embert. Az igazat kell mondani. Meg kell vallani, hogy... Jaj, az sehogy se lehet megvallani. Vakarta a fülét, gondolkozott, hogy szinte gőzölgött a feje belé, aztán megint csak bámulta az ablakot. Amit így tekinget, látja, hogy az udvar egy nyílásán a kertfái zöld ellenek át. Mi lenne, ha ő oda besúranna? Csak hogy messziről megnézni az ő kis Éváját. Csak hogy messziről, mert a királynéhoz nem szabad közel mennie a maga szőrű mezei halandónak. Vajon hol vannak? Bizonyosan a túlsó árnyékos részen valahol, vagy a kertben, vagy valamelyik ablakban. Megismerné Évát messziről is. Megismerné azt a gyönge, fehér arcát, édes mosolygású macska szemét. Intene neki egyet a süvegével. Aztán Éva találgathatná akár egy hétig is, hogy Gergely járta ott, vagy egy hozzá hasonló fiú, vagy hogy éppen Gergelynek a lelke. A fal az udvaron tele volt nagy, nehéz vas gyűrűvel. A gyűrűk arra valók, hogy a lovat hozzájuk kössék, akik ott járnak.
Gergely is odakötötte a maga lovát, aztán csendes andalgással átment a katonák között. Beosont abba a sikátorba, amelyikből a fák lombja kandikált kifelé. Gergely azt gondolta, hogy ott van a kertnek a bejárata. No bizony, éppen olyan keskeny sikátorba szokták csinálni a nagy kertek bejáratát. Nyoma sincs ott semmiféle ajtónak. A sikátor egyik oldala magas vasrács, a másik oldala épület. A Mátyás király tudósai és művészei laktak valamikor azon a részen, azután a lengyel pavok és szolgák Ulászló idejében, később meg asszony cselédek. Gergely azonban mindenről nem tudott semmit. Ő csak a rácsot nézte. A rács zöld volt, s a vasrudak vége aranyozott. A lombok néhol áthajlottak a rácson. Gergely bebenézett. Néhol kavicsos utat látott, meg egy-egy zöldmázas cseréptetővel fedett kiskerti épületet. A rácsokon is itt egy-egy vasholló ült, de némelyiküknek már csak a lába volt meg. Gergely a lombokon át egy-néhány rózsaszínű foltot látott. Női ruhák. Gergelynek a szíve hallómalomként dobogott. Bebe kukucskált, ahogy lejjebb és lejjebb ment a kerítés mellett. Végre egy öreg házfalat női csoportot pillantott meg. Bölcsők körül ültek. Világos rózsaszín ruhába voltak öltözve. Csak egy volt közöttük feketében, egy hosszúkás arcú, vékony kezű nő. Annak az arca halovány volt és szomorú. Csak akkor mosolyodott el, mikor lehajolt és a bölcsőbe nézett. De a mosolygása is szomorú volt annak. Gergely nem látott a bölcsőbe. Egy fehér ruhás kövérasszonynak a hátat akartál a bölcsőt. A kövérasszony hársfalombocskákat lengetett a bölcső fölött. Gergely ide-oda keresgélt a rácson, hogy jobban beláthasson. Látta már, hogy négy nő van összesen a bölcső körül, s az ötödik ott hajladozik egy kehely alakú nagy márványváza mellett. A rács mentén ahhoz futott le. Csak ugyanaz ő kis Évája volt. De hogy megnőtt? Vadgesztenyét szedett a földről kosárba. Vicuska! Cicuska! Szólt be halkan a rácson. A lányka 20 lépésnyire lehetett, valami nótát dúldolgatott. Az volt az oka, hogy nem hallotta meg Gergely szavát. Vicuska! Cicuska! Szólt be ismét Gergely. A lány felemelte a fejét. Komoly csodálkozással nézett a rács felé. Cicuska! Ismételte Gergely csak nem kacagva. Cicus! Vicus! Gyere hát ide! A leány nem láthatta a tamariszkusz lomboktól Gergelyt, de megösmerte a hangját. Jött, mint az őzike. Meg-megállva, meg-meghíromodva, nagy bámuló szemével még csak nem is pillantva csodálkozásában. Én vagyok itt, Vicuska, szólt Gergely újból. Akkor a lány ott termett. Gergő, mondotta a kezét összecsapva. Hogyan kerülsz ide? Az öröm ragyogása áradt el rajta, s a rács nyílásához tette az arcát, hogy Gergely megcsókolja. Gergely közben valami kellemes illatot érzett rajta, hasonlót az áprilisban virágzó lonc illatához. Aztán mind a ketten fogták a rácsot egymás keze mellett. A rács hideg volt, a kezük meleg. Az arca is mind a kettőnek kipirult. A fiú elmondta röviden az odakerülése történetét, s közben a lány arcát, kezét és ruháját vizsgálta. Hogy megnőtt, hogy megszépült. Csak a szeme, az a nyílt, ártatlan, szép macska szeme a régi. Más talán nem látta volna szépnek a lányt, hiszen abban a korban volt, amelyben csak a kezek meg a lábak fejlődnek, és az arc valami éretlen, a mell még fiús, és a haj még rövid, de Gergelynek mindez mégis szép volt. A leány nagy keze tetszett neki, fehérnek és bársonyosnak érezte, s hogy a lábára formás cipő simult, oda is vetett egy gyönyörködő pillantást. Egy gyűrűt hoztam, mondotta Gergely, és elővonta a zsebéből a nagy török gyűrűt. Az én jó mesterem hagyta ezt nekem. Én meg odaadom neked, Vicuska. Vica a kezébe vette a gyűrűt, és tetszéssel nézte rajta a topász félholdat, gyémán csillagokat. Aztán beledugta az ujját, és mosolygott. Mekkora gyűrű! De szép! És hogy egy ujján csak lötyögött a gyűrű, két ujját dugta bele. Jó lesz, ha megnövök, mondotta. Addig csak legyen nálad. Aztán gyermekes őszinteséggel mondta hozzá. Tudod, majd ha a feleséged leszek. Gergelynek az arca elborult, és a szeme megnedvesedett. Nem leszel te az én feleségem, Vica. Nem-e? Kérdezte a lány megütődve. Te már csupa királyok és hercegek között élsz. Ne vannak ilyen kurta embernek, mint én vagyok. Ó, hogy is ne! Felelte a lány. Azt hiszed, hogy én valami nagyra nézem őket.
A királyné is mondta egyszer, hogy csak szeressem a kis királyt, ha megnövök, majd szerező nekem ilyen olyan vőlegényt. Van már nekem, azt feleltem vissza. Megmondtam a nevedet is, meg hogy Török Bálint a nevelő atyád. Megmondtad? Aztán mit szólt hozzá? Annyira nevetett, hogy majd leesett a székéről. Itt van ő is a kertben? Itt, az a fekete ruhás. Az? Az ám, ugye milyen szép? Szép, de én még szebbnek gondoltam. Szebbnek-e? Hát nem eléggé szép? Nem láttam a fején semmi koronát. Ha akarod, beszélhetsz vele. Igen, jó asszony. Magyarul nem ért. Hát? Lengyelül, németül, diákul, olaszul, franciául, szóval mindenféle nyelven, csak magyarul nem. A te nevedet is úgy mondja ki, hogy Kerkő. Nem akarok vele beszélni, mondotta húzódozva Gergely. Embátor, egy pár szót én is tudok németül. Hanem azt mondd meg, Vicuska, hogyha máskor is eljövök Budára, hogyan beszélhetek veled? Hogyan? Hát majd én megmondom a királynénak, hogy eresztessen be. És beereszted? Hogyne, engem úgy szeret, hogy mindent megenged. Az illatvizéből is ád. Szagold meg csak a ruhám ujját. Ugye jó szagú? A királynék mind ilyen jó szagúak. Aztán az imádságos könyvét is megmutatta. Abban vannak csak szép képek. Van benne egy Mária kék selyem ruhában, rózsák között. Azt látnád. A ház alól valami olyanféle nyekergés hallatszott, mint mikor a macskának rálépnek a farkára. Éva összerezzent. Jaj, a királyka fölébredt. Várj itt, Gergő. Vicus, nem várhatlak, hanem holnap eljövök. Jó, felelte a lány. Minden nap itt légy ebben az órában. És elfutott a királykához. Vége a második rész 15. fejezetének.